Három példaképen volt már itt Magyarországon, diákkoromban és később is. Turán Pál az óriási matematikus volt, ő volt nekem az a nagy példaképem. Ő csak nagyon komoly dolgokkal foglalkozott. Azon kívül egészen elképesztő, hogy mennyire jó tanár volt. Én meg vagyok róla győződve, hogy a Turán Pál előadását nem hallgattam volna, akkor nem lettem volna matematikus. Az mindenkit motivál, hogyha egy nagyon komoly matematikus szóba áll egyáltalán vele, rendkívül sokat profitál ebből. Erdős Pál egy kicsit másról, aki volt, ő olyan csillogó volt, neki számtalan problémája volt. Többnyire azt úgy hívtuk, hogy sejtés, tehát ő valamit megsejtett, hogy ez így lesz, és akkor persze az volt a feladat, hogy ezt bebizonyítsuk. Hát néha sikerül, de többnyire nem. A legnagyobb érdeme szerintem lehet, hogy mások másképp látják, hogy megsejtette, hogy mit kellene csinálni, mi az, ami fontos, és mi az, ami nem. És ő csak azzal foglalkozott, ami fontos. Tanítványaim vannak, illetve hát voltak, most már nincsenek. PhD diákjaim is voltak. Többnyire a PhD diák azok, akiknek egy jó nagy hányadával még mindig tartom a kapcsolatot. Nem nagyon gyakran, de azért évente néhányszor telefonálunk egymásnak, érdeklődünk már, hogy általában, hogy hogy vagy a család, de hogy milyen matematikával foglalkozunk, akkor a nagyon nagy örömre jó néhány diákom matematikus is lett, mind kutató, mind tanár, professzor. Az egyik diákom talán az egyik legkedvesebb és a legelső PhD diákom, indiai J. Kumar Radhakrishnan. Az Isten fia azt jelenti. Hát tényleg olyan volt, mint az Isten fia, rendkívül bölcs, kitűnő humorérzéke volt, és fantasztikus matematikus, aki visszament Indiába, ő ott egy tanszékvezető professzor, neki rendkívül sok tanítványa is van. És ugye ez nekem nagyon nagy örömet okoz, de vannak olyan tanítványok, amik Pakisztánba mentek vissza, és ott az egyetemen tanítanak, aminek nagyon komoly jelentősége van. Vannak, akik Dél-Amerikába mentek. Szinte így szétszélettek a világba. Ezt fontosnak tartom, hogy valahogy így akkor terjed ugye matematika. Ők diákok voltak, és aztán utána pedig tanárként megint nagyon sok diákot tanítanak, és akkor ez ugye ez egy ilyen szép folyamat. Nem tudom pontosan, hogy mi a konzervativizmus, valami elképzelésem van. Igen, ahhoz a rend is hozzá tartozik. Például egy iskolába, igen, az órán a diákok maradjanak csendbe, és lehetőleg figyeljenek oda. Vagy olyan értelemben rend van, hogy a tanár-diák viszonylatba is. És ez természetesen nem azt jelenti, hogy ott mint régen, nagyon régen azért, amikor én még elsős voltam, már ellen is, nem, hogy másodikos, azért ott bizony hátra tett kézzel kellett ülni, sőt, néha ki kellett rakni, és akkor körmöst is kaptunk, de az nagyon ritkán volt. De ez még a 40-es évek végén volt. Most talán egy kicsit lehet, hogy ez jó, ezt nem tudom eldönteni, hogy valahogy szabadabb az, hogy nincs ennyire hierarchia az iskolákban. Ami jó volt, ugyanakkor egy kicsit rossz, az szerencsésebb, hogyha a diákok egy kicsit közelebb vannak a tanárokhoz, és néhány dologot megvitatnák, sőt, már odáig is elmegyek néha, hogy bele is szólhatnak a diákok a dolgokban. De azért alapvető rendnek kell lenni. Azt hiszem, hogy többnyire az emberek bizonyos helyzetekben, vagy most ez, hogy mi történt, egyetértenek, hogy mi a rend, és mi az, ami ettől eltér. És mi az, ami kaotikus, káosz. Régi vágású, régi mondi, nem? Hát mondjuk igen, abban hiszek, hogyha valakivel találkozunk, akkor köszönni kell. Meg az udvariasságban is hiszem, hogy az sokkal több, mint puszta formalitás. Hát ilyen dolgokban azért hiszek, de hát nem hiszem, hogy ettől régi módi lennék.
családba is hiszek, igen, hogy az a legfontosabb egység, meg néhány ilyen dologba hiszek. Hát ettől, hát ha valaki más azt mondja, hogy ez régi módi gondolkodás, hát lelke rajta, ez nem az én problémám. Mindent, ami érték. Leginkább ugye a család, az az értéke, mert a családon belül ugye a viselkedés, a nevelés, akkor érték az igen a tanítás minden szinten, akár ugye a bölcsödétől kezdve egészen az egyetemig, ez az érték. Egymásnak a elfogadása, ez most nagyon divatos szó, az is nagyon fontos, az is érték, meg hát talán az is érték, nem is tudom, ha munkánkat jól végzünk. Talán az is érték, ha valamennyire segítünk másoknak, nem sorolhatnám, hogy mi az. De mindenkinek erről egy kicsit más a véleménye, és az rendben is van, hogy mit tekint értéknek. De azért többé-kevésbé egyet értenek az emberek, hogy ez érték, az érték, az talán nem. Valahogy így hiszem. Hát lehet persze, hogy nincs igazam, ezt nem tudom.